2019-ben már megismerhették a szombathelyiek a magyar óriás kereket, fülkében egy időben 180-an emelkedhettek 50 méteres magasságba. Népszerű volt akkor a lehetőség, így idén újra felállítják a Borostyánkő előtti térre. Már el is kezdték a munkálatokat, egészen február 5-ig áll majd ott. Az önkormányzata az óriás kerékért nem fizet, sőt a vállalkozó az, aki 3,6 millió forintot a terület használatáért az önkormányzat számára megfizetett. A jegyárak változatlanok lesznek, felnőtteknek 2000 forint, diákoknak pedig 1500 forintért lesz igénybe vehető az óriás kerék. Szemben a körhintával, ami a főtér közepén kerül a volt korcsolyapálya helyén elhelyezésre, az viszont minden gyerek számára, függetlenül attól, hogy szombathelyi vagy éppen környékbeli gyermekről van szó, ingyenesen lesz igénybe vehető. A szombathelyi adventi vásár november 19-től december 23-ig várja portékákkal és élményekkel az érdeklődőket. A járványügyi helyzet előírásával megfelelően készül úgy a város, hogy megtartják a közkedvelt programot. Azt gondoljuk, hogy egy szabadtéri vásár az mindenképpen egy olyan program, ami inkább segíti azt, hogy az emberek mondjuk ne egy helyen bevásároltuk központokba zárt térben vásároljanak, hanem mondjuk szabadtéri, és erre igazából mi lehetőséget biztosítunk. 40 főként helyi vásározó, kiskereskedő kínálja portékáit a főtéren, valamint az eddigétől eltérően két kisebb színpadon 40 produkció szórakoztatja majd az érdeklődőket. A szombathelyi kulturális közösségi élet egyik fontos mérföldkő és kedvelt rendezvény az adventi vásár. Nyilván a járványügyi szabályokat figyelve, de szeretnénk megtartani. 40 kulturális adventi zenés programra számíthatunk, lesz mokka koncert, ocsomacsó, kellene kiskert koncert. Két színpadon lesznek a zenés produkciók. Ezzel kicsit szerettük volna jobban közelebb hozni a vásárhoz ezeket a zenés élményeket. A sajtótájékoztató meglepetés vendége volt Ludovikus, az idei szombathelyi adventi vásár kabala figurája. Elkészült különben a tavalyi időszakra, akkor vetődött fel először, hogy legyen valami olyan figura, ami a gyerekeknek, de a szülőknek is pici olyan vidámságot hoz az emberek szívébe, hát ez szerintem nagyon ránk fér most ebben a mostani időszakban. Úgyhogy meg fog jelenni rendszeresen, és énekelni is fog minden szombaton este 6 órakor az egyik színpadon. A kabala figura Szombathely Szent Márton kultuszára és római múltjára utal. Az idei adventi vásár különlegessége az is, hogy szerdánként amatőr zenészek is felléphetnek, ha jelentkeznek az önkormányzat később megadott elérhetőségein. Az adventi koszorút ebben az évben is a Berzsenyi téren állítják fel.